Egy héttel ezelőtt nagyon fontos döntést hoztunk a csömöri intézmények működtetésében. A képviselőtestület tagjaival és az intézmény vezetőkkel egyeztetve úgy döntöttünk, hogy 2 hónapig meghosszabbítjuk a rendkívüli szünetet a nevelési intézményeinkben, a bölcsödékben és az óvodákban, és a közösségi, kulturális és sport intézményeinket is zárva tartjuk, tehát ez azt jelenti, hogy május végéig fenntartjuk a zárvatartást, illetve a szünetet ezekben az intézményekben. Nagyon fontos tudni ugyanakkor, hogy van 4 intézményünk, a polgármesteri hivatal, az önkormányzat, a községgondnokság, a csömöri település szolgáltató non-profit Kft. És a szociális alapszolgáltatási központ, amelyek ugyanakkor, ha lehet, még nagyobb üzemben működnek, azért, hogy a település működtetése folyamatos legyen ebben a veszélyhelyzetes időszakban is. A járványügyi intézkedések azt is eredményezték Csömörön, hogy nem csak az intézményeinket, hanem a közösségi tereinket, parkjainkat, játszótereket is lezártuk. Ezt nagyon sok más önkormányzathoz hasonlóan igen gyorsan léptük meg. Gyakorlatilag ezek az intézkedések azt szolgálják, hogy minél inkább minimalizáljuk a közösségi találkozásokat, mint hogy az általános központi instrukciók is erről szólnak. Azt gondolom, hogy ezek nagyon fájdalmas döntések, de meg kellett hoznunk. Most érezzük csak igazán, hogy mennyire színes Csömör kulturális, közösségi és sport élete, hiszen nagyon hiányoznak nekünk ezek az események, ezek a közösségi terek, parkok, amiket nap mint nap használunk, és használnak a közösségek is. Bízom benne ugyanakkor, hogy mindenki megérti ezeket az intézkedéseket. A visszajelzések egyértelműen azt mutatják, hogy az emberek nem csak hogy elfogadták, hanem támogatják alapvetően, hogy ilyen intézkedéseket hozzunk. Nagyon nehezen tudtunk mi is dűlőre jutni, voltak, akik féltek a rendezvény jellege miatt, hogy esetleg a piac mivel korábban ez egy közösségi rendezvény volt, esetleg most az emberek nem fogják tudni ezt így külön kezelni, de végül arra jutottunk, hogy az élelmiszerellátás azért az egyik kiemelkedően fontos feladat ezekben az időkben, és egy zártéri, bolti élelmiszerbeszerzésnél sokkal kedvezőbb egy szabadtéri, ráadásul őstermelőktől hazai árut tudunk vásárolni, úgyhogy arra jutottunk, hogy mindenképp megtartjuk a piacot, de a korábbi szokásokkal ellentétben a teljes piac teret felhasználtuk, tehát a füves részen is, illetve a szökőkút körüli részen is. Nagyon-nagyon elszórtan voltak az árusok, minden árus védőfelszerelésben volt. Rendkívül fontos a dolgozóink védőfelszereléssel történő ellátása, ezt kiemelten fontosan kezeltük eddig is. Az egészségügyi dolgozókat, a szociális alapszolgáltatási központ dolgozóit folyamatosan ellátjuk maszkokkal, gumikesztyűkkel, fertőtlenítőszerekkel. Kihelyeztünk az összes intézményünkbe, azokban is, ahol most jelen pillanatban csak ügyeleti jelenlét van. Tulajdonképpen a nagy közönség előtt zárva vannak, de a dolgozók azért ügyeletben ott tartózkodnak, adagolós készfertőtlenítőket, amiknek folyamatosan szerezzük be az utántöltő folyadékait. Az egészségházba egy ózongenerátort is vettünk még az elején, ami most az egészségügyi szolgáltató helyeinken folyamatosan tudja biztosítani a fertőtlenítést. De ezen kívül a helyi szolgáltatókkal is felvettük a kapcsolatot a boltokba, postára és a különböző szolgáltató egységekbe, zöldségesekbe is felajánlottuk a folyamatos utánpótlását a maszkoknak, kesztyűknek. Elkülönítettünk egy jelentős keretet a veszélyhelyzeti kiadásokra, ami magában foglal több mindent. Ugye kiemelten fontos számunkra az önkormányzatok alapfeladata most a rászorulók ellátása. Ezt ugye a szociális alapszolgáltatási központon látjuk el, ott nagyon-nagyon sok plusz feladat hárul rájuk. Én azt gondolom, a többi településsel egyeztetve, hogy Csömörön ez kiemelkedően jól működik. Nagyon sokan is kérik, gondolok itt a karanténban lévőkre, illetve az idősekre, akiknek a bevásárlását, a gyógyszerellátását, vagy akár a postai csekkfeladását is szükséges megoldanunk. A szociális alapszolgáltatási központ ezt nagyon-nagyon jól összefogja, és oda még plusz munkaerőket is csoportosítunk át. Tehát a többi intézményünkből, akik ugye most sokkal alacsonyabb hőfokon égnek, és ott vannak szabad kapacitások, átirányítjuk a dolgozókat, ezen kívül pedig 2 munkaerőt még oda állandóra biztosítottunk, és ezeket a plusz kiadásokat mind a veszélyhelyzeti keretből fedezzük természetesen. Csömörön most is nagyon jól működik a közösségi összefogás. Az elejétől, a veszélyhelyzet elejétől nagyon-nagyon sok önkéntes jelentkezett. Ezt szintén a szociális alapszolgáltatási központon keresztül igyekeztünk úgy összefogni, hogy ők összecsatornázzák, tulajdonképpen összekötik a rászorulókat és az önkénteseket, és így egy folyamatos
működést tudnak fenntartani. Nagyon sok önkéntes felajánlás érkezett ezen felül. Ugye összefogtak a csömöri asszonyok, és rengeteg maszkot vártak, ezt ezúton is nagyon köszönjük nekik. Sokan segítenek a beszerzésekben is egyébként tevőlegesen, hiszen azért az elején, és azt gondolom még a mai napig is vannak ellátási nehézségek a fertőtlenítőszerek, illetve a védőeszközök beszerzése kapcsán, és ebben is nagyon sok segítséget kapunk csömöriektől, akik tudnak hozni különböző ajánlatokat, és azokon keresztül könnyebben tudunk beszerezni szükséges eszközöket, illetve hát az önkéntes tűzoltók is az első perctől kezdve ajánlották a segítségüket, az új kijárási korlátozást betartandó is ők ebben aktívan részt vesznek, a polgárőrökre természetesen nap mint nap szintén számíthatunk, illetve ami most zajlott a napokban, ez a közterületi fertőtlenítés, amihez az önkormányzat megvette a fertőtlenítő permetszert, és az önkéntes tűzoltó egyesület felajánlotta, hogy ők ezt a közterületen megcsinálják, amit el is végeztek. Nagyon sok kényszerű járványügyi intézkedés, megszorító határozat mellett természetesen a háttérben nagyon intenzív munka zajlik az önkormányzatban, az önkormányzat különböző intézményeiben, a polgármesteri hivatalban, hiszen a csömöri polgárok joggal várják el, hogy ne csak átvészelni tudjuk a veszélyhelyzetet itt Csömörön, hanem hosszú távra gondolkodva, ami reméljük néhány hónap múlva talán eljön, újra indulhat a normális élet a településünkön is, az országhoz hasonlóan. Próbáljuk meg úgy tervezni az önkormányzati intézmények működését, működtetését, hogy a lehető legkisebb hátrányban kezdjük el ezeket az újrakezdés napjait. Azt gondolom, hogy nagyon sok területre sikerült felosztani a munkát ebben a tekintetben. Sok olyan intézkedést hoztunk már, ami költségvetési szempontból egy biztos alapot adhat a jövőre nézve. Olyan beruházásokat vagy olyan kiadásokat tettünk zárójelbe, amik nem feltétlenül sürgősek, tehát halaszthatóak, éppen azért, hogy legyen egy olyan biztos költségvetési keretünk, amely a folyamatos működtetést tudja garantálni a település életében az év hátralevő részében. Nagyon fontosnak tartom ugyanakkor azt is elmondani, hogy minden munkahelyet, amely a közintézményeinkben jelenleg van, azokat meg akarjuk tartani. Értelmes munkát tudunk adni most is. Természetesen minden dolgozónál ezt külön-külön mérlegelni kellett, de értelmes munkát tudunk adni a munkavállalóinknak, így biztosított, reméljük hosszú távon is az ő munkavégzésük. Ezen kívül a településünk életében a kulturális, közösségi, civil és egyházi élet terén sem szeretnénk érdemi visszalépést, ezért úgy döntött a képviselőtestület, hogy az erre a területre egyébként a költségvetésünkben rendelkezésre álló forrásokat megpróbáljuk lehetőség szerint maximálisan megtartani, hiszen nem csak intézményeket kell működtetni, hanem a falu közösségi életét is fenn kell tartani a jövőben, hiszen éppen emiatt szeretünk többek között Csömörön élni. Nagyon szerettünk volna egy pozitív szlogent adni ennek a nehéz helyzetnek a kezdetén. Láttuk a buzdító sorokat mindenütt, hogy maradj otthon, maradj szépen otthon. Én azt gondolom, nagyon nehéz ez a helyzet mindenkinek. Mindenki más nehézségekkel néz szembe ebben az otthon maradásban, és próbáljuk arra összpontosítani a figyelmet, hogy megtaláljuk minden nap azt, ami pozitívumot találunk az otthon létben, abban az életben, ami most rendelkezésünkre, abban az élettérben, ami most rendelkezésünkre áll. És ezt a pozitív üzenetet szerettük volna így megfogni, hogy otthon lenni jó, és próbáljunk együtt otthon lenni, és megtalálni benne a jót, hiszen nehézségből éppen elég van most körülöttünk.